Krisi, a 18 hónapos daganattal küzdő kislány neve pillanatok alatt lett ismert a Felvidéken. Ezrek mozdultak meg, hogy segítsék az ő gyógyulását jótékonysági rendezvények keretén belül. Az egyik ilyenre látogattunk el ma. Mivel is küszködik pontosan a kis Daisy, és mióta tart ez az állapot? Szemem mögött van ilyen daganatunk. Elég rossz indulatú daganat, ezért nem is tudják kezelni itt az orvosok. Itt a halántéknál vannak jobban, az a daganat onnan indul, és ezért muszáj lesz külföldre kimennünk. Ezért is folynak ezek a gyűjtések, ugye ezek a jótékonysági adománygyűjtések, mivel hogy a biztosító nem fedezi? A biztosító eddig azt mondta, hogy nem. Egy országot fedezne, a Csehországot. És a Csehországra mi nem szeretnénk kimenni, mivel vannak nagyon rossz tapasztalataink, ezért inkább nem. Milyen kezelésre gyűjtötök pontosan? Mi fogott történni, ha kikerültök külföldre? Nagyobb operáció lesz, és protonkezelés. Ez mit akar? Nem szerettük volna, hogy a fejét, a koponyáját körbevágják, ezért a szemén keresztül szeretnénk azt a daganatot, hogy kioperálják. Itt Pozsonyban azt mondták, hogy esetleg úgy lehetne, hogy a koponyáját felvágják, és azt mi nem szeretnénk. Jelenleg milyen kezelések alatt van a kicsi? Jelenleg kemoterápiát kap. Most kapta az utolsót elméletileg. 27-én lesz majd a következő MR-ink, ami majd eldönti, hogy ki-e tudunk jutni most, vagy majd később. Mi dönti el azt? Mitől függ az, hogy kikerültök-e? A daganat méretétől, jobbára, és az orvosoktól. Közben a kicsi megunta itt az interjút, de nem is baj, meg is lehet érteni. Milyenek a mindennapjaitok, és ő egyáltalán? Mesélsz róla egy kicsit? Hát úgy a kórházban nagyon nyűgös, amikor hazajövünk, akkor nagyon boldog. Most például egész éjjel nem aludt, most tudom, hogy valami probléma lesz, úgyhogy szerintem nem sokáig leszünk otthon. Ezért is nem is szeretnénk itt sokáig lenni, mert nem igen szeretem közösségbe vinni. Ez érthető. Hatalmas összefogásnak lehetünk szemtanulni, ami a kicsi gyógyulását illeti. Ez mit jelent ez nektek? Ez hihetetlen. Mi soha nem gondoltuk volna, hogy ez összegyűlik ez a pénz, és főleg az, hogy ennyi. Nem gondoltuk volna, és hihetetlen öröm, és egybe bánat is, hogy ugye ezt meg kell élni, de nagyon hálásak vagyunk az embereknek, hogy ezt így segítenek. Tudunk-e konkrét összegeket? Mennyi az az összeg, amire nektek szükségetek van ahhoz, hogy egyáltalán elindulhassatok külföldre? Hát az összegek azok elég nagyok. Az egyik kórházban azt mondták, hogy egy sima operáció 80 ezer. Már abból is, mert magánkórház. Úgyhogy ebből kiindulva, hogyha még vennénk a protonkezelést, ami 5 héten tartó mindennapos altatás és kezelés, nagy összeg. 150-re tippelünk mi, de csak tipp. Van-e már fedezetetek erre, hogy elinduljatok? Igen, 120 fölött már megvagyunk, 120 ezer felett, és ez már nagyon nagy haladás, úgyhogy minden lépő erőnkkel azon vagyunk, hogy most ki tudjunk menni. Azt látom, hogy az interneten, illetve a Facebook oldaladon mindig beszámolsz arról, hogy éppen most hogy van a kicsi. Milyen támogató üzeneteket kapsz? Hát kapunk hideget, meleget, de nagyon sokan tényleg mellettünk vannak, és sok embernek köszönhessük tényleg lelkiekben is azt, hogy itt támogatnak minket, mert nagyon sok erőt kapunk tőlük. Hogyan telnek a napjaitok? Amikor otthon van a kicsi, akkor hogyan képzeljük el? Hát többnyire bent vagyunk így napközben, de amíg 5 óra után, amikor már kicsit lejjebb megy a nap, vagy nem olyan erősen süt, akkor mindjárt kimegyünk, mert imád a természetbe a kicsi. Van 2 kutyusunk, és imád velük is lenni, úgyhogy többnyire kutyusozunk. Szülőként, édesanyaként hogy lehet ezt a helyzetet épésszel kibírni? Épésszel? Mondjam azt, hogy sehogy. Sehogy. Nem. Hát ez türelem, tényleg a türelem. Ami már sokszor nincs, de muszáj mindig.
ilyenkor kicsit félrevonulok, megnyugszom, és aztán jó. Mi segít neked a mindennapokon? Párom. Nagyon sokat segít.